Hogy nevezik azt az embert, akinek a karrierje romokban hever? Hogy? Hunajszág. A kijárási tilalom. Hú, pont ide értünk! Gyuri, kurvára be fogok fosni, gyere már ki! Ali, hoztunk egy kis ajándékba. Ah, köszi, sajna már megvan a 10. Szóval... Menjetek a picsába! Na csá! A kurva anyját. Jó estét, személyigazolványt kérek. Tudjátok, hogy kijárási tilalom van? Igen, csak... Teljesen leszarom. Tomiék elmentek a gyógyszertárba, és húztak egy sorszámot. De a patikában kígyózó sor állt. Kígyók. Kígyóznak. Hé, Peti, miről beszélt? Hát a tavaszi sporttáborról. De nem is jössz? Pedig nagyon menő lesz. Béla bá, várjon! Mi van, Tomi? Hát, szóval én is mennék abba a táborba. Én vagyok a legjobb futó az évfolyamban. Biztos, hogy nem. A kurva anyád. Gyere, Tomi, rúgj egyet, majd én védek. Hát lehet, hogy mégsem a foci lesz a te sportod. A kosár már sokkal jobban ment Tominak. Megszerezte a lasztit, végig száguldott a pályán, és... Tomi, ez fájt! Jaj, bocsi, Lili, direkt csináltam. Uff, és szegény Tomi akkorát placsant a földön, hogy alig tudott felállni. Még a keze is belilult. Fiam, azt hiszem, hogy judo nem neked való. Gyere, bekötözöm a kezed. Értem. Faszolj meg!